Az MTA Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa a vendégünk, Deák András, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát mondhatnám, hogy tudományos, fantasztikus főmunkatárs, mert hogy olyan dolgokról kérdezem, amiről igazából csak találgatni lehet, hogy például mit akar Oroszország az ukrán válsággal a továbbiakban. Mi jár Putyin fejébe, lerohanja Ukrajnát vagy sem? Ez a konvoj, amit elindított a 280 kamion, rengeteg állítólag abban felhalmozott élelmiszer és mi egyéb, ez tényleg csak ezt tartalmazza, vagy katonai eszközöket, vagy akár katonákat is. Ezeket lehet tudni, vagy csak sejteni, találgatni? Hát ha tudnám, nem itt ülnék. Szokták azt hiszem, de nem akkor hívnánk minden nap. Köszönöm a megtiszteltetést. Tehát az biztos, hogy válaszúton van Putyin. Ha most nem, most elsétálhat, vagy exponáltabban, nyíltabban kell beavatkozni, hogyha meg akarja állítani az ukrán offenzívát. Tudni, ez az ukrán offenzíva sikeres, és nagyon úgy tűnik, hogy le fogja verni a lázadókat. Na most, ami eddig történt, az, hogy tényleg az oroszok föltekerték a hangerőt otthon, tehát egy humanitárius katasztrófáról beszélnek, tulajdonképpen lebegtetik ezt az ügyet, hogy akár még be is avatkozhatnak. Ugye történt már ilyen, a 2008-as grúz háborúban ugyanilyen hasonló indokokkal avatkoztak közbe és támadták meg végül Grúziát. De ebben benne van az a lehetőség is különben, hogy föltekerik a hangerőt és végén Putyin elsétál. Belpolitikailag megengedheti magának? De ugye 87%-os most a támogatottsága a legutóbbi kutatások fölött. Ez olyan magas, ami nem is emlékszünk ilyenre. Tehát ez a 2000-es évek elején volt ilyen magas a támogatottsága. De ez még erre a Krím visszaszerzése miatt is van, nem? Ez még most is ilyen. Hát hogy ez pontosan mit jelent, azért ez kérdés. Ebből lehet az is, hogy akkor már nem tudok új szavazókat szerezni, meg új támogatottságot. Tehát akár el is mehetek, vagy törekedhet ennek a megőrzésére. Én szerintem mind a kettő lehetőség benne van. Az kétségtelen, hogy most már nagyon drága lenne egy közvetlen beavatkozás orosz részről. Tehát az újabb nyugati szankciókat váltanak ki, és azok a nyugati szankciók, már ezek is különben azért hatnak az orosz gazdaságra, de azok meg végképp olyanok lesznek már, amely közvetlen, gyorsan érzékelhető károkat okoznak. Tehát nem a józanész, hanem a józan gazdasági számításból fakadó józanész dönthet ebben a dologban. A nyugat csak ezt tudja Putyin ellen tenni, tehát kár tud okozni saját magának is, de az orosz gazdaságnak is. Nagyon más eszköze nincs, tehát láthatóan rábeszéléssel, a józanészre hallgatva eddig sem tudta. Kell-e attól tartani a Putyinnak, hogyha ő katonai eszközhöz nyúl mégis, és ugye ennek is 50% esélyt adott az imént, akkor arra katonai választ kap? Olyan értelemben nem, hogy szerintem a NATO mondjuk csapatokat nem fog küldeni Ukrajnába. Csak akkor, hogyha mondjuk Putyin megindul Kijev fele, ami már nincs az asztalon. De hát azt, ami eddig is történt már, nevezetesen, hogy technikai segítségnyújtást, titkosszolgálati együttműködést, eszközöket, ilyen nappalátó készülékeket kapott az ukrán hadsereg, páncélzatot kapott a hadsereg, golyóálló mellényeket kapott a hadsereg, tehát minden területen, mind az Amerikai Egyesült Államok, mind a NATO nagyon nagy mértékben segítette az ukrán hadsereget ebben az ügyben. Arra továbbra is számíthat, és ezt tovább lehet bővíteni. Tehát, ha Putyin megindul a seregekkel, nyilván azt a területet annektálná, amely terület eleve kijelentette, hogy Oroszország felé kacsingat a kikiáltott köztársaságok, vagy micsodák azok, Donyeck vidéke. Azt mondja, hogy tovább nem menne valószínűleg, az nincs az asztalon. Ezt el tudná fogadni hosszú távon a világ? Ugye a Krím-félszigetet benyelte a világ. Hát nem nagyon lenne más lehetősége. Tehát, hogy egy olyan ex-lex állapot lenne, mint Moldovában, Transnistria kapcsán. Moldova egyik pártartományát Oroszország tulajdonképpen egy ilyen szeparatista zónaként kontrollálja, immár 20-valahány éve. Amikor ezt megtette Oroszország a 90-es évek elején, akkor ez még úgy, ahogy elsikkadt, mert akkor mindenki abban volt érdekelt a nyugaton, hogy ne legyen nagyobb zűr a poszületésében. Ma ez egy hosszasabb belhidegülés hozna Oroszországgal szemben, de igazából katonailag nem tudnánk mit tenni ez ellen szerintem. Tehát egy darabig tartanának a szankciók, majd szép lassan csendben azok oldódnának, és a világ lassan tudomásul venni, hogy Ukrajna egy kisebb állam lett, mint volt. Igen, és hogy van ott a keleti szélén valami
Pártartomány. Hát ugye ezzel nagyon nehéz élverni akkor Putyin nagyhatalmi ambícióival szemben. Tehát miért ne vonulna? Mi az érvezzel szemben? Hát csak a károkozás. Tehát csak a gazdasági károkozás, nevezetesen az, hogy jelen pillanatban olyan szankciók vannak, amelyek minél tovább fennmaradnak, annál nagyobb károkat. És nyilván súlyosbíthatók, miért azok a szankciók? És súlyosbíthatók, és ugye az üzleti élet mindig a következő szankciós hullámra készül. Tehát bennük mindig az játszódik le, hogy rendben van, hogy ezt már meghozták, de még jöhetnek új szankciók, és abban mik lehetnek benne, és akkor azokat az üzleteket már nem kötik meg. Példának szoktam emlegetni, hogy a japánok még áprilisban leállítottak egy olyan pénzügyi kölcsönszerződést, ami most júliusban vált szankciók által tiltott tevékenységé. Tehát, hogy tulajdonképpen az üzleti élet mindig egy fokkal előre gondolkodik. Az az igazi kár ebben, hogy olyan dolgokra készül fel a vállalati szféra, ami bekövetkezhet, nem ami már bekövetkezett. Viszont hát reális-e az, hogy erre Putyin, Oroszország maga legalább ilyen súlyú választ tud adni az Európai Uniónak, főleg nem. Az Európai Uniónak. Nem, tehát az oroszok nem, amíg nem nyúlnak hozzá az energiafegyverhez, már pedig az Oroszország elemi érdeke, hogy az energiát egyelőre kivegye ebből a pixisből. Hisz abból élnek. Abból élnek. Addig nem tudnak ugyanolyan súlyú választ adni. Tehát az élelmiszer iparban bevezetett szankciók tipikus példája annak, hogy fáj az Európai Uniónak is, de hát Oroszországnak is nagyon nehezen fog boldogulni azon szankciók bevezetése után, amelyeket ők maguk hoztak meg. Volt itt egy friss hír, hogy Dél-Amerika felé kacsingat Oroszország, hogy Moszkva szerződéseket készít elő, akár atomerőművek építésére Brazíliával, Argentínával, hogy Argentina fizetőképessége az most meglehetősen kérdéses, de valamilyen módon mégiscsak a gazdasága egy óriási gazdaságként nagy üzlet lehet. Igen, ezek zajlanak különben ettől függetlenül. A Dél-Amerika, azt kell, hogy mondjam, hogy a 2000-es évek közepe óta visszatért az orosz külpolitika térképére. Nem vagyok benne biztos, hogy ez különben ezzel összefüggésben van. Ami az élelmiszer importot illeti, az jelen pillanatban, mivel a világ nagy élelmiszer exportőreit kizárták az orosz piacról, Ausztráliát, Európai Uniót, Amerikai Egyesült Államokat, nem túl sok választásuk maradt, tehát meg kell próbálnunk ott beszerezni valamiféle importot megoldani. Na itt van ez a segélyszállítmány, amelyik elindult Moszkvából az ukrán határ felé. Az ukránok közölték, hogy ott át nem lépnek, egészen addig, amíg a Vörös Kereszt jóváhagyását nem adja. A Vörös Keresztre hivatkoztak Moszkvában, de a francia külügyminisztertől tudjuk, hogy a Vörös Kereszt semmilyen szerepet nem játszik ennek a karavánnak az indításában. Valaki hazudik, sejtjük, hogy hol van a eredője ennek, de az igaz-e, hogy ebben csak segélyanyagok vannak, akár takarók, akár élelmiszerek? Ezt én valószínűleg tartom. Nem gondolom, hogy mással próbálkoznak. Ez különben általában az orosz humanitárius segélyszállítmányokkal egy szokásos technikai játék, hogy a fogadóország szeretné látni, hogy mi van benne, főleg egy ilyen feszült helyzetben. Szeretné azt látni, hogy abban nincsenek fegyverek, lőszer, stb. Hogy más nem mondjak, 1999-ben, amikor Szerbiát bombázta a NATO, a koszovói konfliktus kapcsán, akkor Magyarországon küldtek egy hasonló konvojt az oroszok a szerbeknek, és abszolút ugyanezt a forgatókönyvet eljátszotta velük a magyar kormány. A magyar kormány szerette volna tudni, hogy mi van ebben, hogy szállítja, bizonyos feltételeket meg akart határozni. Én úgy gondolom, hogy most az ukrán helyzetben egy feszültebb helyzet van, mint akkor 99-ben Magyarországon. Az ukrán kormánynak ez egy legitim törekvése, hogy biztos legyen benne, hogy ebben tényleg élelmiszer, takaró, gyógyszer van, és nincs benne lőszer egyéb. Mennyire erős Kelet-Ukrajnában az ukrán kormány? Ezt most kérdem annak összefüggésében is, hogy vannak információk arról, hogy mondjuk 45 ezer orosz katona állomásodik az ukrán határon, itt van ez a konvoj, azt mondta Ukrajna, hogy be nem engedi a határon, meg tudja tenni? Hát katonailag Oroszországnak minden lehetősége megvan arra, hogyha beavatkozik, akkor onnan elzavarja az ukrán hadsereget. Inkább az a kérdés, hogyha nem teszi, akkor az ukrán kormánynak fejre tudja állítani a bizalmat ezekben a régiókban. És ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a megbocsátás és a boszorkányüldözés közt megtalálja az ukrán kormány Kelet-Ukrajnában azt a középutat, amivel egy ilyen társadalmi bizalmat ki tud alakítani ebből a tartományban. Ugye itt tulajdonképpen a legnagyobb városokat lövik szét, az ipart teszik tönkre, egy nagyobb újjáépítésre lenne szükség, és azért az ukrán kormányban benne van az, hogy na akkor most megmutatjuk ennek a kelet-ukrán régiónak, hogy itt mi vagyunk az urak.
és nem próbál meg ki valamiféle ilyen közmegegyezést kialakítani. Ebből lehetnek későbbiekben problémák, még ha meg is nyeri az ukrán hadsereg ezt a helyzetet. Tehát lehet egy nagyon feszült állapot, amiben a lakosság bizalma nem fordul ki. Egy ilyen száraz polgárháború? A fegyverek nem dördülnek, de a gyűlölet erős? Az is lehet belőle, sőt, én még azt sem zárom ki, hogy adott esetben különben egy partizán tevékenység indul a régióban. Tehát nem egy területvédő, hanem valamiféle. Hát szép forgatókönyveket festett nekünk. Szerintem folytatjuk ezt a beszélgetést a következő hetőben még néhányszor. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.